Országszerte zárnak be az úszodák sportközpontok a magas energiaárak miatt. A balatonbogláriak is így jártak. Augusztus 20-án a város közgyűlése megszavazta a városi úszoda leállítását. Fájdalmas döntésekről tárgyalt ma a képviselőtestület, takarékossági intézkedéseket kellett meghoznunk. Sokszorosára emelkedtek a gáz- és villanyszámlák, vagy emelkednek a gáz- és villanyszámlák, emiatt intézmények takarékosságára kellett felhívnunk a figyelmet, bizonyos téli leállásokra több intézményben is sor fog kerülni. A polgármester telefonon értük el, megkeresésünkre elmondta, az áramért a korábbi 9 millió forint helyett 60 millió forintot kell fizetni az intézménynek, emellett pedig a gázára is jelentősen emelkedett. Ez összeadva egy 100 millió forintos számlát eredményez, melyet a város képtelen kifizetni, a bogláriakra pedig nem szerették volna ráterhelni a pluszköltséget. Mi egyetlen egy lehetőség lett volna a képviselőtestület kezében, hogy megemeli a helyi adókat, hiszen a város bevétele alapvetően nyilván adókból származik, de hát olyan nagy mozgástér nincs, hiszen az iparűzési adó a maximumon van, a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó is gyakorlatilag a maximumon van, tehát csak az ingatlanok után fizetendő házadó, ingatlanadó az, ami megemelkedhetne. Itt a 100 millió forinthoz 50%-os emelésre lenne szükség. Azt gondolom, hogy ezt meg a bogláriak nem vállalnák. Mészáros Miklós szerint az egyetlen megoldás az lenne, ha állami kézbe kerülne az intézmény. Mint mondja, már zajlanak az egyeztetések a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel, hogy az állammal közösen kidolgozzanak egy stratégiát a korszerűsítésre és a költséghatékonyabb üzemeltetésre. Amíg ez nem valósul meg, támogatnák a 20-30 kilométerre lévő úszodákhoz való eljutást az úszni vágyóknak.